amikor nem pozitív kritikát mond, mert hogy muszáj negatívot is mondani, azt hogy fogadják az alkotók? Hát igyekszem a negatív kritikát úgy adni, hogy ne vegyék észre, de azért tanuljanak belőle. Például egy gyermekrajzra gondolok most. Az osztályban, amikor dolgozok a gyerekekkel, van olyan gyermek, aki tehetséges, de van, amikor otthonról jön, és egy olyan rossz hangulata van, valami ok miatt. Soha nem kérdeztem meg, hogy miért, hanem néztem, hogy hogyan rajzol. És amikor láttam, hogy a feladatnak nem felel meg a munkája, akkor nem vettem ki a kezéből a ceruzát, vagy a tustollat, és én kiavítottam a munkát, hanem azt mondtam neki, próbáld csak ezt erről nézni, a másikkal hasonlíts össze. Itt tévedtél, vagy így akartad? Ezt érezted? Próbáld meg másképpen, hangulatosabb lesz a munkád. Tehát nem akkor mondtam, maga próbálja építő jelleggel. Igen, nem azon voltam, hogy ez nem jó, minek csináltad ezt, kezd újra. Ez nincs. Mert akkor megsértem a gyermek lelki világát. Soha többé nem fog nekem úgy dolgozni, ahogy én elvárom, vagy hogy ő saját magának elégedett legyen a munkájával. Tehát vigyázni kell. A pozitív kritika az nagyon jó. De a negatív, arra vigyázni kell, hogyan irányítod pozitív felé. Ezt csak akkor tudod megcsinálni, hogyha valóban szereted a munkádat. Ha nem szereted, akkor nehéz eset.